gyakorlatilag a középkezdés után. Egy, hát ez már végül is csak lövésecske, de azért ez egy szép támad. Igen, nem, az akció szép volt, egy végigvezetett akció, jó volt a bepörgetés, nem jól találta a labdát, pedig ebből lehetett volna valami. Hát aztán itt Megyeri tulajdonképpen első jó megmozdulása, itt meg szerencséjük volt. Igen, az az igazság, hogy a második fél idő tulajdonképpen egy Megyeri parádéról szólt. Az első jó megmozdulás az a... voltak jó megmozdulásai, de ez itt nagyon kellett, ezt inkább erre értettem. Ez pedig egy óriási bravúr. Hihetetlen. Majd a lassításból látjuk. Igen, egy fiatal kapustól ez a mozdulat, ez fantasztikus. Már elment, a súlypontja áthelyeződött, és vissza tudott még nyúlni. Ez hatalmas nagy bravúr, és hát, hogy mondjam, idősebb kollégáitól és óriási bravúrnak számítana. Aztán itt ketten is a üres kapu elé kerülnek, csak a labdát nem tudták eltalálni a kaposváriak. Aztán egy újabb kaposvári lehetőség, és megint Megyeri a végállomás. Az más kérdés, hogy így középre ment a labda, tehát ha ez megint szélre megy, akkor azért nehezebb dolga van Megyeri Balázsnak. Igen, hát itt azért bezártak a védők, és ügyesen befordult, valóban bárhová megy a labda, nem ide középre, akkor itt ebből gól van. Farkas volt az, aki kihagyta. Aztán Nikolic gondolja úgy, hogy távolról ezt el kell lőni, ugye itt már elkezdett esni az eső, nem volt rossz gondolat. Igen, nagyon jó gondolat volt, és nagyon jó a lövés. Ráadásul nézzük meg, hogy a kapus előtt pattan le, de itt is nagyon komoly Megyeri, ahogy kiszámítja azt, hogy a labda pattanása után ő még ki tudja tolni. Aztán egy szöglet, és itt is végül is Megyeri hárított lábbal, hát némi szerencse nyilván itt is kellett, de jó kapusnak szerencséje is van, szokták mondani. Így van, itt valóban szerencse volt, de hát ez benne van a játékban. Itt majd a lassításból látjuk, hogy ezt miért is tettük el, ezt a történetet. Igen, hát, igen, itt Iványi hatalmasat hibázott, most nem tudom, hogy becsukta a szemét és nem látta a szituációt, de egy kiállítás van, Pest Krisztián ki kell állítani, itt szándékos ütésről van szó. A játékvezető ott áll, és még le se fújja, szóval hihetetlen nagy baki volt részéről. Itt egy újabb lehetőség. Itt megint rossz pozícióban van a játékvezető, igaz, hogy mi könnyű helyzetben vagyunk a lassítással, eltolja a labdát, Balog rálép a lábára, ha befújja a 11-es, senki nem szól semmit, és úgy érzem, hogy be lehetett volna fújni ezt a 11-est. Aztán itt, itt van egy következő. Igen, szép belépő, megint a játékvezető óra előtt, Maróti a szenvedő fél, hát én azt gondolom, hogy... Nézzük meg, hát azért nem értem a játékvezetőt, tehát magát a mozdulatot figyelni kell. Nézzük meg, hogy érkezik a ferencvárosi játékos. Egyszerűen érthetetlen volt a játékvezetőnek az efelé ténykedése. Ez a meccs legnagyobb zicsere, és azt kell mondanom, hogy nagyon bután csinált a játékos. Itt már esett az eső, csúszós volt a talaj. Ha laposan elpasszolja bárhová, mindenképpen gól, mert nem tud leérni a kapus. Balog hibázott. Ez volt a meccslabda végül is. Így bizony. Hát alaposan megfordultak ugye a fontosabb adatok, tehát a második félidő végére, tehát a mérkőzés végére, több kaposvári próbálkozás. Hát a labda birtoklás nekem így meglepetés, ez az 50-50%, szerintem a kaposvár a második félidőben egyértelműen fölénybe került. Yeah.